amikor 567-568-ban a Kárpát-medencébe egy új nép érkezik. Ezt úgy hívják, hogy avar. Anélkül, hogy belemennénk abba a történetbe, hogy miképpen kerülnek a Kárpát-medencébe, egy avar-longobárd szövetség kapcsán a Gepida királyság megsemmisítésével. Most olyan dolgokról szeretnék néhány szót mondani, ami tulajdonképpen régészeti berkekben közismert, azonban nem tudom azt, hogy egyáltalán ugye általában a film szakmába például, vagy bármilyen más korábbi történeti munkákban, munkákat feldolgozó dolgokban ismertek-e. Ugye elég sokan tudják azt, hogy mostanában római és egyéb filmekben ott lovagolnak a film szereplők kengyelekkel a lábukon, ugye, és hát Hollywoodban ez egyébként egy nagyon fontos dolog. Azért fontos, hogy lehessen a szereplő. Ugyanis tudni kell valamit a Kárpát-medencéről. Az innovációs programok sokkal később valósultak meg, hogy most ezt a modern kifejezést használjuk, semmit a történeti filmekben és a történeti hagyományrendszerben ez jelen van. Nagyon kevesen tudják, hogy 567-568 előtt a Kárpát-medencében nem volt. A lovagláshoz felhasznált, szinte legegyszerűbb tárgy a kengyel. Nem ismerték a kengyel, tehát sem a rómaiak, sem a bizánciak, sem a korábbiak, még a hunok sem ismerték a kengyelt a Kárpát-medencében. A hunoknál ezt egy magas kápályú nyereggel oldották meg, de a Kárpát-medencében a kengyelt, ami ma már manapság ugye, lovaglás elképzelhetetlen kengyel nélkül, ugye ezt az avarok honosították meg, a bajánféle avarok honosították meg a Kárpát-medencében. Hogy mennyire így van ez, ezt szeretném egy bizánci forrással érzékeltetni. Tudni, a görögben nem volt szó a kengyelre. Ilyen szó ismeretlen volt. Hát adtak egy szót erre a fogalomra, hogy erre a tárgyra, ami ugye itt van a kezemben, az volt a neve, hogy a lépcsőcske. Miért is hívták lépcsőcskének ezt a új tárgyat? Ez olyan, mintha ne adjon Isten a magyarval a nyelvújítási korszakban előkerült szavakról tudnánk valamit. Mitől is lépcsőcske ez? Hát a ló oldalán van, rá kell lépni, és át kell tenni a lábat. Tehát mit csinálok? Egy lépcsőn föllépek valahova. Most ez a tárgy, ez borzasztó fontos lesz, tudnék két ok miatt. Ugyanis arról van szó, hogy akinek ilyen tárgya van, az tulajdonképpen nagyon biztosan ül a lovon. Tehát föl tud állni a gyerekbe, tud hátrafelé nyilazni, tud forogni, tehát sokkal könnyebben és stabilabban áll a lovon, és ül a lovon, mint akinek ilyenen nincs. Most nehogy azt higgyük, hogy ezt az avarok találták föl, erről szó nincs. Vannak írott és tárgyi forrásaink arról, hogy valamikor Krisztus előtti évszázadokban, talán Krisztus környékén, Kóreában már vannak fából készült kengyelek. Tehát ez a keleten ez egyébként közismert volt. Valami oktán fogva a hunok nem ismerték ezt a tárgyat, hogy miért nem, azt nem tudom. Lehet, hogy előbb értek el a Kárpát-medencéről, mint a tárgy keletről jött utánuk. A Kárpát-medencében ez a tárgyében. Ez egy borzasztó fontos dolog. Innentől kezdve ugyanis több minden lehet következtetni ebből a tárgyból. Nem tudom, érezhető-e, hogy ez a tárgy ilyen kerek. Erre mit lehet ebből levonni? Hát borzasztó egyszerű, tudni a cipőre tudunk következőt levonni. Tessék felszállni egy kemény talpú csizmába erre a kengyel, hát nem lehet. Tehát a mokasszín típusú lábbelit kellett viselni annak, aki ilyen kengyelre föl tudta tenni a lábát. Tudjuk szépen beillett, és rögtön tovább lépett. Abban a kengyelben, amelyek ilyen lapos a sarka, abban a kengyelben viszont kemény
talpú cipőbe kellett fölépni, mert ha véletlenül ilyenbe lép föl, mint mondjuk lopótapot, és ez morzalmas. De a kemény talpú csizmája van. Most itt tulajdonképpen a viseletre lehet következtetni, tehát a korszak viseletre lehet következtetni. Ez ráadásul a két típusú kengyel, tehát a kerek talpú kengyel és az egyenes talpú kengyel közt időrendi különbség is van, mégpedig azért, mert ez a típusú kengyel. Ez amikor beérkezik a Kárpát-medencébe, akkor Baján-Kagán avarjainak a nomád avarjainak a kengyel típusa. A másik, az egyenes talpú kengyel pedig a jó 100-150 évvel később beérkezik egy másik nép. Sokan azt mondják, hogy a bolgár törökök nek a típusos kengyele. Tehát itt időrendi különbség is van. Na most, miután tárgyakról beszélünk, itt egy újabb tárgyról kell szót ejteni. Tudik, a Kárpát-medencében korábban az egyélű vagy kétélű kardok voltak a meghatározó fegyverek. Ez mit jelent? Hát ugye azt tudjuk, hogy a koravar korban egy jelentős páncélos, lovagi hadserege van Baján-Kagánnak és a utódainak, akik egyenlő vagy kétélű hosszú egyenes karddal, páncéllal, lándzsával harcolnak. Tehát egy nehéz lovasság, egy lovagi lovasságról van beszélünk. Addig, amíg a Kárpát-medence új társaság, ezt egyébként a régészet úgy hívja, hogy Tóthi Busztai Garkör, hogy miért, azt most nem akarom elmondani, csupán azért nem tudjuk, hogy önmagukat hogy hívták meg, hogy milyen nyelven beszéltek, hoz egy új fegyvertípust. Ez pedig a szabja. Ez korábban a Kárpát-medencében nincs jelen. A szabja ehhez a 670-680-as történő betelepüléshez köthető, és ez a szabja tulajdonképpen egy új fegyver nemnek a jelenlétét mutatja be, tudjuk, ez a könnyű lovasság. Ugye könnyű lovasság a szabjával van. A szabjának mi a lényege? Tehát megvan maga a szabja, és van egy úgynevezett elmanja, egy viszélje, amivel visszafelé lehet vágni. Egy új típusú fegyverről van szó. Ehhez az új típusú fegyverhez aztán járul az új típusú kengyel, amiről az elején beszéltem, tehát az egyenes talpú kengyel. Úgyhogy így történik meg az, hogy tulajdonképpen két olyan, ha úgy tetszik, innovációs tárgyról kell, hogy beszéljük, amely megváltoztatta tulajdonképpen a Kárpát-medence, de bizonyos pontokon Európának a tárgyi kultúráját is.